Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Kedves hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit Svédországból, 16 fokos a nyár, de nem ezért vagyunk itt. Hoztam nektek ma egy nagyon különleges autót. Valahol itt a képen elrejtettünk egy 3,5 másodperc alatt 0-ról 100-ra gyorsulni képes 585 lóerős autót. Keressétek meg! Visszanézve az előbbi snittet, nem is egy autót rejtettünk el, mert ott van még egy Bordeaux is belőle. Tehát ma a Kia EV6 GT változatával fogunk ismerkedni, és hát a kamera mögött álló hölgyet megkérem, hogy mozduljunk meg azzal a kamerával, egy kicsit ússzon az a kép, mutassuk meg ezt a gyönyörű szép autót. A Kia EV6-ról már mindenki tudja, szerintem mostanra, hogy 2022-es év autója cím nyertese, egyébként pedig méltán nevezhetjük megérdemeltnek ezt a címet. A GT verzió pedig egy olyan őrületnek a teteje, amely őrület arról szól, hogy miért csinál egy tömeggyártó egy olyan autót, amely gyakorlatilag a szupersport autó képességeivel vetekszik. Ugye kicsit az emlékeink, ha beletúrunk, akkor tudjuk, hogy az R8-as Audinak van ilyen gyorsulási adata, és hogyha elektromos autók közül nézünk neki versenytársat, ez az autó úgy gyorsul, mint a Porsche Taycan Turbo. Az EV6 GT tehát egy nagyon-nagyon különleges autó, abban az értelemben véve, hogyha azt veszük, hogy a Kia egy nagyon polgári autógyártó, egy tömeggyártó, akkor megalkotott egy olyan autót, amely 585 lóerejével még a legnagyobbakkal is tud versenyezni. Ráadásul, hogyha azt mondjuk, hogy egy tömeggyártó gyárt 500 lóerő fölötti autót, akkor azt meg kell süvegelni, még akkor is, hogyha ez az autó egyébként elektromos. Mi hajtja ezt az autót? Elő-hátul egy-egy elektromotor, melybe hátul még rásegít egy elektronikus differenciázár is. Ezzel az előbb, ugye itt nagyokat mentünk, ez egy zárt vezetés technikai pálya, az előbb kipróbáltuk, óriási feelinggel kanyarodik vele az autó. Hát gyakorlatilag ez ugye abban segít, hogy a kigyorsításoknál az ív külső kerékre több nyomatékot juttat. Egyébként iszonyatosan okosan osztja el a nyomatékot 2 tonna feletti tömegével. Itt most mentünk legalább egy fél órát ezen a pályán, ami egy ilyen vezetéstechnikai pálya, de ügyesen ki volt bójázva, és nagyon nagy tempó is volt benne, egy rally pilóta vitt minket, és nem fáradt el az autó, igaz már a fékek egy kicsit kezdenek viseletesek lenni, de a Michelin abroncsok jól bírják, és ez a nyomaték vektorálás, illetve az első hátsó kerekeknek a hajtási összjátéka gyönyörűen hozza ki őket, gyönyörűen hozza ki őt a kanyarból. A GT természetesen a nagyobb akkumulátorcsomagot kapja, ez 77,4 kWh, és 21-es kerekeken gördül, speciális fékek, más a felfüggesztése, sőt, más az inverter alatta, tehát az egész autót átkonfigurálták ahhoz, hogy ezt a tényleg pokoli teljesítményt lehozza, és akkor a számadatokat tegyük még egyszer össze. 585 lóerő, 740 Nm, 3,5 másodperces 0-100-as gyorsulás. És ez egy polgári, mindenki által megvehető gépjármű. Így gondolkozzatok. Egészen elképesztő. Belül nem sok változott, ez a lime szín visszaköszön a kormányon, az ülések óriási, nagyon jók, igazi versenyülések, és felkerült ide ez a GT gomb, ezt meg is mutatom nektek közelről. Valójában ugye a drive mode gombbal tudom kiválasztani, hogy milyen drive módba menjen az autó, de a GT gomb hatására jön a megvadulás, a megőrülés, és a GT gomb még egyszeri megnyomásával beállíthatom, hogy én hogyan szeretném mindezt konfigurálni. GT módban a hátsó egy kicsit izgalmasabban hajt, egy kicsit kevesebb a traction control, jobban bele lehet vinni a driftelésbe, oda kell figyelni. És hogy majd a videóban fogjátok látni, az autó képes arra is, hogy drift módba ragd, ez egy bonyolult szekvencia után áll elő, tehát véletlenül nem lehet bekapcsolni, és ha drift módban vagy, akkor aztán tényleg lemegy a függöny, és lehet vele
folyamatosan rajzolni a fánkokat. Na most kicsit guruljunk egyet. Következik tehát a drag race, amikor is egymás mellett fogunk majd gyorsulni. Az autó elvileg 3,5 másodperces 0-100-as sprintre képes, tapadós Michelin gumik, négy kerékhajtás, optimalizált nyomatékelosztás. Meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Na, lenyomjuk a kollégát, azt hiszem német. Figyelj, lenyomjuk, el kell, hogy verjük. Készüljünk a drag race-re. Várjál valamit oda kéne gyújtsaknak. Na mindegy. So, normally the lady in the bikini is doing the starting signal. The weather is not so nice and she is a free day today, sorry. Gyerünk. Figyelj, két év módban bekapcsolva a gép. Jobban kaptál a rajtot. Hosszút kell állom. Na most nagyon össze kell szednem magam. Mert ez a srác már eddig elpicsázott vagy négyszer. Ez szerintem ötte! Rohadék! Left side? Azt mondta? Az én vagyok. Azt mondta left side. Az én vagyok. Megvertük. Lehet. Na most már túl vagyunk a drag race-en, ami nagyon izgalmas volt, meg jó volt, érezhető, hogy az autóban mekkora potenciál van, de sokkal izgalmasabb dolog jön. Az EV6 GT képes arra, lehalkítjuk, az EV6 GT képes arra, hogy drift autóvá alakuljon át, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a hátsó motorja dolgozik, és kikapcsolja a menet stabilizáló elektronikát. Ilyenkor szabadon lehet dobálni a hátulját. A drift módba való eljutás egyébként nem egyszerű, nagyon bonyolult folyamatot kell végigcsinálni, tehát véletlenül nem lehet bekapcsolni a drift módot. És nézzétek, hogy néz ki itt az aszfalt. És mindjárt a képeken is látjátok, hogy milyen a drift mód. Mekkora egy okosság, hogy ezt is beletették. Nagyon tetszik, egyre jobban tetszik ez az autó. Na, most igazán gyors köröket mentünk eddig, de most beülök az instruktor autójába, és megmutatok nektek egy ilyen gyors kört. Nagyon jó volt, a végére már igazán sikerült odapakolni neki.
Hello. Hey, hello. So, let's make a really quick lap. Yes, we will do. Alright. Mögöttünk jön majd Hambas Tomi, meg Kolos. Na, és akkor nézzük meg, hogy hogy ment. Egyébként a végére egész jó volt. Ami a benyomás, azt meg majd a pályán fogom elmondani, ahogy megindulunk. Jó, hogy miket érzek. Óriási nyomaték, ugye, ahogy megindulunk. És... Na és ebben igazán jó, amikor oda teszed neki keményen, siklik, érzed, hogy alattad folyamatosan dolgozik a technika, és finoman az egyensúlyát ide-oda rakkosgatva nem kezd el gonoszkodni, hanem beteszi az ívre, és hogyha ilyenkor az ív kijáraton lepadlózott, egy kis drift is volt benne. Egy kis erőcsúsztatás, és végig csúszik a hátulja, de aztán utána befékezett, 2 tonna fölött járunk, ne felejtsük el, azért ez egy nagyon komoly megpróbáltatás ez ennek a Michelinnek, azt de szép volt. Na, és ahogy a kanyar kijáraton lepadlózott, az eleje meg behúzza, amikor a hátulja elveszítené, az eleje meg szépen bekormányozza. Nagyon szép. Olyan jól mozog. Tényleg az embernek kedve van. Áj, de szép. Erőcsúsztatás, ez az! Szóval az embernek kedve van ezekhez. Jó a srác. Are you a professional rally driver? Am I right? Yes, I'm a professional rally driver from Germany. Na, hát azért csinálja jól. Én most ki fogok szállni, mert ha még mennék vele 2 kört, elhánynám magam. De kb. Ugyanezt lehoztuk. Jó? Aki nem hiszi, az kérdezze meg a Hambas Tomit. Szóval a mai napunk arról szólt, hogy ezt a csúcsváltozatot, a GT-t, amelyet egyébként nem nagyon lehet sem rendelni, sem viszonylag hamar megkapni, tekintettel arra, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy 1-2 éves szállítási határidővel dolgozik fel a fia. De mindettől függetlenül ezt az autót megismerjük. Érdekes látni, hogy valójában mennyi komponens kell módosítani ahhoz, hogy a csúcsmodell előálljon. Ezeket nekünk részletesen megmutatták, de ami sokkal beszédesebb, az maga a pálya, itt kint, és ezen a pályán óriásit lehetett vele autózni. Első benyomás, az autó nem fáradt el, pedig azért kapott rendesen, egész nap, nem csak tőlünk, másoktól is. Nem fáradt el az autó, nagyon jó volt a kezelhetősége, kifejezetten tetszett, szépen úszott, és amikor a megúszásaiból valami ügyetlenség volt, mindig szépen ott maradt az aszfalton. Ha pedig kigyorsítottál, érezted, hogy az erő elől is megérkezik. Óriási nyomaték, kicsit már olyan, hogy az ember egy picit elfeledkezik róla, hogy azért 750 vagy 740 Nm az a V8-asokból is a csúcsok csúcsa általában. Hatalmas nagy erőtartalékok mindvégig, jól megépített, igazi GT autó, amivel leginkább azért természetesen cruisingolni fogsz a városban, meg kirándulni, de ha időnként tényleg elmennek otthonról, akkor őrült dolgokat lehet vele csinálni. 260 a vége, ez a Porsche Taycan turbóval megegyező, a tömege kevesebb, ha jól emlékszem, 2000 valány száz kiló, de még a 2000-es 2 tonnás tömeged épp hogy csak átlép, és elérhető, tehát megvehető emberi pénzért egy 7 éves garanciával. Na, hát ma itt tart pillanatnyilag a Kia. És ez azt gondolom, hogy nagyon menő. Köszi, hogy megnézted ezt a mai epizódot, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel a Facebook csatornára, kövess be az Instán, YouTube-on, és ne felejtsd el, a TikTokon, már majdnem 90 000-en vagyunk, téged is várlak. Köszi, szavasz, aloha!